Kérdőjel, sátor, kérdőjel, harc, kérdőjel, hílelő, kérdőjel, kérdőjel. Szóval innen vagy innen fogunk indulni, ez elég evidens. És értelmi különbség nincs. Darklingek. Darklingek elég bosszantóak, mert lifelinkjük van. Hello, én ezt honnan kaptam? Nem tudom, honnan kaptam a barikádot, de örülök neki nagyon. A barikád hiper OP, és ráadásul nulláért jön, amikor amúgy három. Jó. Simán. És a defender nullába kerül. Lesz 10. 18-26. 17-22. Nagyon szeretnék egy jó nagyot whirlwindelni. Ezt víkelem. Akkor 23. Akkor csak szedek egyet. Jó, ezért kellene itt. Ez megérte volna használni az Energy Potion-t, nem tudom. Szóval a lifelink azt csinálja, hogy ezek meghalnak, de valami más még életben van. Akkor két körön belül visszajön, fél életerő. Mert úgyis összejön mennyi. Plusz még bent vannak a körszak, úgyhogy talán nem akartunk még finfire-ezni, ez valószínűleg misplay volt. Most még nem akarok engöröket bekeverni szerintem. Sajnos most sebződünk. És ez úgy jártjon vissza. Hello. Szóval ez nem volt optimális, amit most csináltunk szerintem. Hello. Szóval bukunk 3 max életelőt, miután én ezt Fintfire-olom, de ettől még én abszolút Fintfire-olni fogom. Köszönöm, hogy 36, még akkor ezt el is tudjuk minden másik. De... az itt nem csináltam, hogy csinálják el. Csak én vagyok egy halott. Na szóval itt most gyorsan leítjük, akkor vége van, tudunk 27-et sebezni. Mindjárt kiderül. Nice. Thunderclap. Az összes ellenséget és a gyerek vulnerable-t egyért. Szerintem nem akarok lennem szarba keverni most már kapliba, köszönöm elég. Jól működik ez a bundas laphúzós dolog. Rupture, ha életerőt veszítesz egy laptól, akkor plusz egy strength. Hát ez nem csinál túl sok minden, de akárki is játszhatok. A blokkra most semmi szükség. Elég uratyi kezdő. Nem vagyok túl elégedett. Na, szóval ez a Thorn, ha megtámadod ötöt is összesebez. De még belepakoltak patniba kiátszhatatlan lapokat, amikre hát annyit tudok mondani, hogy annyira nem érzem nagy problémának. Szóval valószínűleg együttésben szeretném majd kinyírni.
Oh, de egy szép kör. A Dazed-ek szerencsére azonnal exhaustolják magukat. Ezt ki sem akarom játszani, mert nem akarom ezt a Shadow Services. Bár nem tudom, hogy fogom én ezt így beleütni. Ja, hát persze, Fiend Fire-re. 44. Oké. Okay. Az a baj, hogy ez vissza fog ütni elég keményen. Mit csináljuk ezt? Az Exhaust, a Fiend Fire az 4-szer sebez 11-ed, ami azt jelenti, hogy én visszakapok az arcomba. 4x9, 36-ot, ami eléggé rohadt sok. Amit nem akarom. Én nem Fiend Fire-re kéne őt megölni. Valahogy máshogy. Mondjuk ha blokkolok előttök más. Tizenöt blokk. Okay. Nem sietünk sehová. Érezzük a problémát ezzel. Szép! Jó kör volt. Előbb-utóbb találok valami sebzőlapot a blokkjaim mellé, bízom benne. Oh, anyám. Oh, anyám. De itt simán csak így el van. Egyszer még kérem, hogy megüt, csak egyszer legyen, és nem többször. Strength-emet nyomjuk fel addig, amíg ezt egy ütésben leütjük, jó szóval. Csak ne sebződjünk túl sokat a rükrödből, meg ilyenek. Power through az 15. Csak tudjunk 6-ot. De haladunk. Utána már sokkal kevesebb bele, és csak blokkokat kell lenni. Jó. Ez biztos lehetett volna optimálisabban is. Háromra szerintem ezt most már elfogadjuk. Hüpp. Bosszantó. Ez valószínűleg meg lehetett volna csinálni még ennél is kevesebb sebződéssel. Shrug it off, 8 blokk húz egy lapot. Van extra energiánk, lecseréli saját magát. Már exhaustolja az összes nem támadás lapot a kezedben és 7 blokkot a darabjáért. Ezzel meg lehet szabadulni bundoktól, meg körszöktől. Hát ez most nekünk jó. Az összes aranyunkért kapunk egy reliket simán. Csata elején mindenki weak lesz, az annyira nem menő. Szóval erre akarunk jönni, ugye? Mert nem erre akarunk jönni. De akkor itt lesz egy csúnya bácsi. kérdőjel, sátor, ha tehát erre jönni ugyanaz, csak kevesebb a harc. Akkor erre jövünk. Nem tudom miért nem sátornak az izért.
Meg fogunk őrülni. Vagy kapunk két madness lapot. 12 élete bőkva. Egy random lap a kezedben nullába kerül a harc hátralövő részére, ettől lesz kettünk egyért. Azt hiszem jobb, mint ha fókuszálnánk és kapnánk még egy curse lapot. De itt akkor valamikor healálni kéne. Hello, rondaság! Egyelőre még ne keverjük be a bundokat, hogy nincs még valamit. Tervezzél haraptálni, légy szíves. Hát, ez fájni fog. Nincsen nem támadás lap a kezemben, amit exhaustolni lehetne. Tényleg annyit tudok csinálni, jól beleütök. Önmagáért adna nekem 5 blokkot. Eww, ez szarú. Na, ez már rendjével kell volna sem. Mondjuk az életerő nem tudom, onnan fog visszajönni. Oké. Szóval a parazita a negatív effekt egyre kevésbé releváns. Nehéz ez meg kiblokkoltuk, növelni fogja a strength hit megint, ergo le kéne ütni lassan. A limit break egy kellemes dolog. Rampage egy kellemes dolog. Fiendfire. Fiendfire elég sok sötét. Nem ezeket a lapokat akarom igazából eltávolítani. Nem olyan rosszul. Következő körben elég nagy ütés várható, igen. Na, ez a second win most teljesen jó. A Madness-től is megszabadulunk, nem tudom, abban miért mondta többen, azt hittem, ezt már exhaustoltuk. Szóval ezt így még viheted, és kérem a blokkomat érte. Ez a draw pile-ba rakja a Wandstrike a gondot, akkor nem szükséges az elkezdenem. Oké. Okay. BVK-ik is, úgyhogy már nem is sebez olyan sokat. Wandstrike, mert miért? Ne, 12 sebzés, mert miért? Ne. Nice. Dur. Whirlwind, fú. Négyszer 14 az 56. Nincs értelme arra romancelni, ugye? Remélhetőleg a következő körben leütjük, mielőtt a giga óriás támadása megtalálna minket. Leütjük. Jó, a probléma megoldott. Nice. Headbutt nem rossz. Ki tudod választani, mit húz valamiból, amit már az előbb húztál. Azzal jobbat lehet csinálni. Kicsit túl nagy a buckling, de... ezek Dark Shackles. A kör hátul lévő részére 9 strength-et bukik az ellenség, hát ezzel ne nyissunk. Skill-ek nullába kerülnek, de ha kijátszod, akkor el is használod.
Szerintem ez csak egy sebezzünk 32-t minden kör. Igen, ez egy elég jó Whirlwind. Ez ki ilyen itt vannak. Az Amul is Exhaustó, Armaments Exhaustó. Igazán nem is elrosszod a Corruption. Valam megtalálják az attack lapjainkat. Jó. De ez nem skill. Össze vagyok zavarodva. Meg se tudom nézni, mert nincs effektív a pakunkban. Na mindegy. Na és a tiszkarapá. Jajajajaj, ez valamelyik relik miatt kerül ennyibe. Oké, oké, felfedtem. Mi kijátszó power lapot, akkor valamit próbálok. Azt hiszem ez még egyszer blokkol, nem most már támad itt erőz. Ez amúgy is exhaustolódik. Immolate. Exhaustol egy lapot. Ha az curse, akkor sebez 10-et mindenen. Oh, hello. Ez elég cuki. Igen, van itt még artifactje, tehát a debuffunk nem csinál. Oh, jó napot kívánok, ez mennyi? Ez 20, ez messze nem elég. Akarok bukni 3 élet erőt? Ez egyszer kívül kérdezni. A kör fájdalmas lesz nekünk. Ja, most már az a részén, ahol healerünk a tábortüzeknél. Ezt a garantáltan kiuszítjuk valamit. De tekintély, mert nyertünk. Állok, ez sem a kérdése szeretne. És akkor most eljön az a rész, hogy mi itt már healerni fogunk. Keresett szerencsére. Jaj, ne! Zuhanunk, bukunk egy lapot. Bukunk egy sima defendet? Ja, jó, oké, okay, jól van. Ezt ennek még örülök is. Szuper. Old coin, 300 arany. Wow. Érdekes. Jaj, nem kaptam semmit. Még egy Whirlwind, True Crit. 9 blokk Exhaust. Egy kiválasztott lapot Exhaustól, ez elég jó. 84-ről nem fogok hírálni, upgrade-elni fogok. Upgrade-eljük a Fiendfire-t. Hát lesz nullába kerül, ha upgrade-elj. És akkor is random marad. Ha. Igazából én szerintem a Flame Barrier-t fogom, mert hogy... Picit az a szűk keresztmetszet, úgy érzem. Sepsződünk. Whirlwind, 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 Whirlwind. Never Whirlwind. Ah, mekkora a Whirlwind. Szóval, ha dibaforuk ellenséget hármat sepsződnek. Barikádunk után. Ezt kérjük. Ezt kérjük. Flame Barrier, akkor az termelés. Van egy sebzés, a Fleet Fire, és megszabadunk a legettől. Szóval az a jó barikád van, hogy végtelen mennyiségű blokkot tudunk összeszedni, hogy például ez ellen elég kellemes lesz. Ez most halálkor 12-t sebez, de van blokkod, és nem szóval.
és még több blokkunk van. Minden kör végén kapunk 8-at, és az permanens. Elég jó dolog a barikád. Hüpp. Ez elég szar. Együttünk még egy kis blokkot. Még nem akarok elrandom engről keverni, azt hiszem. Hát össze kihozok a rampage-et akkor. Blokkunk egyre csak gyűlik. Blokkolnám az ő tornyait, ha értitek, mire célzok. Igazából tudunk is 32-t, simán. Egy 44-et sebződünk mondjuk. Ne csináljuk feleslegesen semmi szükségre. Szóval mi sokkal gyorsabban gyűjtünk blokkot, mint ő izét, úgyhogy ja. Mint említettem. Még a Jax-et sem fogom elhasználni, nem kell a plusz támadás. A plusz erő. Kérem csak a... Szöksz a pár életerőt. Egy de cuki vagy, te megpróbálkoztál valamivel. Több. Ezek szerencsére hamarosan el fognak tűnni, és már nem élnek azok, amik gyártják az utánpót. Szép. Nem baj, 102 blokkunk van. Nem sietünk sehova. Ó, barikád vár. Permanensen az egyéb lehetne. Előbb-utóbb találunk valamit, amivel leütjük, ígérem. Ez 32 sebzés, mínusz 68 blokk. Végül is miért nem? Szóval mehetnék a szuperbosshoz, vagy mehetnék a tábortűzhöz. A tábortűz valahogy jobban tetszik, nézzétek el nekem. 3 helyet 4 blokk körönként, még több strength, még többet sebző fiendfire. Itt tudnék csinálni, hogy gyorsabban keresztül húzzam magam a paklóin. Yeah. Szóval itt harcolhatnék egy relikért, hogy azt mondhatnám, hogy köszönöm. Ezen a ponton én szerintem nem... Hát... Ez belepakolt dézeket, ez csak ülés, egyre nagyobbat szúr, ez az egyetlen, amit csináljuk. Lív elég kellemes van mindenki weekend. Permanens, erre a körön minusz 9 strength, de hát az azt kéne, hogy legyen strength-jük, ugye?
Miért csöpszöttem? Ja, mert az a vajra hülye vagy. Ups. Látjuk, ez mennyire volt jó ötlet. De most nincs barikádunk. Tehát sebezni rajtam 20-an, de az akkor elbírom. Sebben 32-t mondani. Ez ilyenkor olyan, hogy működik. Valóban Budapestre megy, oké. Szóval sebzünk 13 vulnerable, 11-44. Egyik vonzók szemkről mind a kettő halott, és neked a gyökér van. Vagy az, hogy az most meghal. Ez pakolni fogja magát, és még többet spike-ol. Ez így is leviszi a teljes... Ne csináljuk. Ez relatív fájdalommenten is volt. Ez is nem az fájdalommentes, ez egy elég szar kör volt. Nem találtunk semmit. Úgyhogy a húsvágó bárgy ennek a kis barátunknak, az Orgol körnek sajnos fájdalmat okoz. Oké, okay, headbutt-tal ki tudjuk választani, mit tudunk kihúzni. Ami szerintem a Whirlwind. Ja, persze. Ja, hogy az már most meghal. Nem mondtam semmit. Calipers, a kör elején 15 blokkot veszítesz fel, és nem az összeset, az nice. Még egy Whirlwind. Na, és akkor egy utolsó csatát meg kell vívnunk, mielőtt jönne a boss. Már megint te. Szerintem a Flame Barrier-t ki akarom húzni majd újra. Jaja, persze, mert csak egy volt. Világos. És ugye az a jó, hogy csak 15 blokkot veszítünk, és nem az összeset, tehát valamit le tudjuk gyűjtögetni. Úgyhogy szerintem kell a blokkomat őrizgetni. A Rampage felturbódása kicsit ráér, úgyse fogom olyan hamar kihúzni ér. Később. Majd. Nem most fájni fog. Eddig nem se tesztük rajta túl sokat. Na majd most remélhetőleg.
nem tetszik ahhoz, hogy ez eddig alakul. Second wind. Plus power through. Na, az jó. De bukjuk a sima defendet, de... Következő kört megint azzal fogja tölteni a strength-et gyűjt. Picit sebez kevesebbet, de... Szóval kevesebbet támad tekintve, hogy nem húztam blokklapot, valószínűleg elég jó. A másver minden? Aztán csak egy darab van, ugye? Gyakorlatilag azért használnám el a Fiend Fire-t, hogy spóroljak magamnak kettő életerőt, ez biztos, hogy nem jó ötlet. Hát ez fájni fog. Ez nem túl jó előjel a final boss-ra, ez túl sok sebzés volt. Kellemes 120 sebzés, mennyi lenne. Nem túl sokáig nem érdemes ezeket nézni. A kicsit sok alap a paklingban, kicsit kevés az életerőnk, és kicsit final boss következik. Eddig egyetlen egyszer találkoztam velük, azok nem ezek voltak, Deka és Donu. Artifekttel kezdenek, úgyhogy az én kis bónusz artifekt dolgom nem is csinált semmit. Szóval... Ha amikor 5 lapot játszol ki egy körben, 10-et sebez minden ellenfélen. Ez nem tűnik rossznak. Ja, igen, ezt mindenképpen meg akartam csinálni.
Oh, it was the artifact, yeah. Oops. Mistakes are made. Szóval ez egy fájdalmas kör lesz. Túl sok ilyen fájdalmas kör van is ebben. Nagy tempóban tolják fel a strength-jüket. 4x14 az sok, de nem annyi, amennyit én szeretnék. Ez 7 blokk, egy darab wound-ért. Ez is valami. Mit akarnék húzni? Hát valószínűleg a Flame Barrier. Ja, hogy én már nem húzok semmit, mert meghaltam. Ouch! Oh, oly közel és mégis oly távol. Na kérem, hát szerintem ebből a majdnem két órás dologból akkor ezt valószínűleg nem egy darabban rakom fel, hanem többen úgy nagyjából át tudjátok látni, hogy mi a Slay the Spire, hogy az érdekel a titeket, hogy egyébként szerintem egy tök jó játék, csak ajánlani tudom, bár picit szerintem dolvarározva, azt hiszem 20 nem tudom hány euró most éppen. De hogyha raknak hozzá sok-sok extra contentet, akkor simán megérheti, és ha előkerül streamen, legalább tudni fogjátok, hogy mi történik és hogy működik ez a játék. Na, ennyi voltam mostanra, legyetek jók, és innen folytatjuk legközelebb.